Én azt javaslom, hogy hallgassuk meg Járai Zsigmond urat, akit bemutatni illik, mert a Zsigmond Nemzeti Banki elnökként, Földgyelő Bizottsági elnökként, közgazdasági, társasági vezetőként, jó, akkor ezt már is csinálom, tehát egy kicsit érzesebben szeretném mondani. Szeretném hozzátenni azt is, hogy a költségvetési tanács elnökeként, tehát sokféle minőségében a magyar valóságot látja, és tulajdonképpen most az a kis színikus gondolat jutott eszembe, hogy tulajdonképpen te meg ebben a mondattal tudod kezdeni az előadásodat, amit az István befejezte, tehát a mikro és a makro világ nek a viszonyrendszerében, és hát arra kérlek, hogy te is álljál rendelkezésünkre, és aztán utána beszélgetünk, kérdezünk. Én megpróbálok vitavezetői szerepet csinálni, én azt javallanám, hogy próbáljuk tömerek lenni a kérdésekben is, hogy tömör és sokféle választhassunk, így van, tanácsunk. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szervusztok, és hát ugyanúgy tudom kezdeni, mint az István, hogy én sok okosat nem tudok mondani. Ráadásul, ha körülnézek, ugye azt gondolom, hogy sokan jobban értenek hozzá, mint én, tehát nehéz helyzetben vagyok. Hát elmondom, amit én látok, aztán utána beszélgetünk. Szóval mi következik ebből Magyarországra? Nagyjából ez lenne a témám. Ugye egy bizalmi válság van a világban, az látszik. Azt gondolom, hogy valamikor 2007 vagy 2008 táján megtört az a hihetetlen gazdasági bizalom, amire épült az elmúlt évtizedeknek a fellendülése. Egy ilyen naív hit volt a világban, hogy egyre jobb lesz a gazdaság, egyre gazdagabbak lesznek az országok, és egyre gazdagabbak lesznek az emberek. És ezt a naív hitet egyébként elsősorban az amerikai fekete középosztály, feltörekvő fekete középosztály táplálta. Erre épült egy bankrendszer, vagy egy jelzáló hitelezési rendszer, ami aztán csúnyán becsapva az embereket, saját ügyfeleiket is, meg a világ befektetőit is. Gyakorlatilag egy bankcsődbe vitte 2007-8-ban a világgazdaságot. Ez a bankcsődnek ugye a legnevezetesebb állomása a Lehman Brothers csődje volt 2008. szeptemberében. Ebből a világgazdaság próbált kimászni. Azt gondolom, hogy úgy többé-kevésbé a bankcsődből viszonylag sikeresen ki is mászott, de pont a bizalmi válságnak is köszönhetően belekerültünk egy újabb csődbe. Most az államháztartások vagy a költségvetések csődjét tapasztaljuk. A görögöt, most már talán az olaszt, vagy ki tudja még milyenek jönnek, ír, portugál, spanyol, magyar. Tehát egy ilyen áttevődött a válság góc a költségvetésekre, ugyanis a hitelezők, most a bankok kezdték el megkérdőjelezni azt, hogy racionálisan használják-e föl az országok azt a pénzt, amit fölvesznek a pénzpiacon. Egyrészt ennek a pénznek egy jó részét arra használták, hogy stabilizálják a bankokat, tehát a költségvetési deficiteknek egy részének az oka a bankok korábbi csődje volt. Most a bankok mondják azt, hogy de hát rosszak a költségvetése, és túl nagy az államadóság. És hát egy ilyen végtelen bizalmi válság alakult ki, ami bennünket a leginkább érint, az az euróval kapcsolatos bizalomnak a megtörése. Itt is igazából a fő problémát az jelentette, hogy a görögök, mint ahogy meg is mondták, hát 20 éve becsapunk benneteket, nem mondjátok, hogy nem vettétek észre. Tehát nagyjából erre épült az euró. Amikor létrehozták, akkor is lehetett tudni, hogy közös pénzhez közös gazdaságpolitika kell. Akkor az volt az elképzelés, ahogy a Lánfalusi Sándortól megtanultuk, hogy ezekkel a költségvetési kritérium, meg államadóság kritérium, meg kamat kritérium, inflációs kritérium, ránk nézve ugye a Maastrichti követelmények, ezzel azért valamennyire egységesíteni lehet az uniós tagállamok költségvetését,
a gazdaságpolitikáját, és ez fokozatosan egységesül és átnő egy közös gazdaságpolitikába, és talán az euró ki fogja húzni addig, átéli ezt az átmeneti periódust. De egyrészt az átmenet nagyon hosszúra sikerült, mert nem akartak egységesedni az európai országok, mert politikai függetlenséget mindenki fönn akarta tartani, részben ugye a politikai osztályok érdekéből, vagy érdekében, viszont a közös pénz előnyeit, meg akik tudták, azok akarták élvezni, anélkül, hogy ennek a stabilitásához hozzájárultak volna. Gyakorlatilag a stabilitás, vagy a stabilizálási terhek ugye Németországon maradtak, és hát most azt gondolom, hogy ha a német kancellár nem ilyen megfontoltan állt volna hozzá, vagy a német kormány, akkor már nem lenne euró. Nagyon nehéz megmondani, hogy meddig tart ez a megfontoltság, vagy ez a türelem, és a német adófizetők meddig hajlandók terheket vállalni magukra. Ha az egész eurózóna most látható terhét Németország magára vállalná, akkor duplájára nőne a német államadóság, ami ma a német GDP-nek körülbelül 80%-a, és ez mondjuk 160%-a nőne, hogyha a görög, portugál, spanyol, ír, talán az olasz is benne van, hogyha ez mindezt megoldaná Németország, ezt nyilván nem fogja tenni, de kérdés, hogy mekkora adósság növekedést hajlandó magára vállalni, és utána még mindig marad a kérdés, hogy és akkor most mitől lesz közösebb a eurógazdaság politikája. Tehát ezek a tételek érintik igazából alapvetően Magyarországot, vagy azt kell mondani, hogy ezek határozzák meg a magyar mozgásteret, ami gyakorlatilag minimális. Ugye egyrészt a költségvetés került a gazdasági gondolkodás fókuszába, ami egy nagyon helytelen gondolkodás. A költségvetésen kívül még a gazdaságban is vannak fontos területek, de azt meg nem ismerem mondani, hogy ennél sokkal, a pénznél is sokkal fontosabb területek vannak, ugye a kultúra, vagy a tudomány, vagy az oktatás, azok sokkal fontosabb területek a pénzügyeknél, de még a pénzügyeken belül is a költségvetés nem a legfontosabb terület, tehát azért a gazdasági növekedés, a társadalmi egyenlőtlenségek, vagy a szegénység megoldása, azok még pénzügyi kérdésekben is fontosabbak, mint a költségvetés problémája, de most teljes egészében ebből a bizalmi válságból és az adósság válságból, vagy államadósság válságból következően mindenki a költségvetésre fókuszál. Így Magyarországnak nem maradt más mozgástere, mint hogy lecsökkenteni a költségvetés deficitjét. Ja, múltkor beszéltem a miniszterelnökkel, azt mondta, hogy hát ezt most már nem értem, azt mondja. Költségvetési deficit rendben van. Államadósság rendben van. Hát akkor mit akarnak még a befektetők? Miért nem dől ide a pénz? Hát, az a probléma, hogy valóban a költségvetési deficit, ugye először úgy indult a Fidesz kormány, hogy megpróbáljuk a deficitet megnövelni, és abból a többletforrásból egy gazdasági élénkítést finanszírozni, ez nem sikerült, ez nagyon világos, ezt egyébként meg lehetett volna, sőt meg kellett volna csinálni egy normális világban, csak az a baj, hogy mire a Fidesz kormányra került, akkor pont a költségvetési deficit lett a fókusz. Arról nem is beszélve, hogy Magyarország még ezt a fókuszt külön növelte, ugyanis Magyarországon még sokkal kisebb a mozgástér, mint bárhol máshol az Európai Unióban, mert Magyarország volt az egyetlen ország, ami soha nem teljesítette az európai kritériumokat, tehát mióta beléptünk a Unióba, azóta soha nem teljesítettük a költségvetési kritériumot, ilyen nincsen másik tagország. Ugye ez a rossz örökségünk, tehát a Megyes és a Gyurcsány kormányoknak a hihetetlen, ebből a szempontból felelőtlen gazdálkodása, mert akkor, amikor jó helyzetben volt a világ, és lehetett volna pénzt fölvenni, és lehetett finanszírozni a gazdasági növekedést, akkor nem arra fordították a pénzt, hanem költségvetési deficitet teremtettek, és a hazudozással, és bocsánat, kicsit túlzottan egyszerűen mondom, de hát a nem valós kép bemutatásával és az évente rendszeresen benyújtott valótlan konvergencia programokkal, amikből egyikből sem valósult meg semmi, mondjuk ez volt 6 éven keresztül, ezzel egy Magyarország köré egy különösen bizalmatlan légkört teremtettek, tehát Magyarország mozgástere sokkal kisebb lett, mint bármelyik másik uniós tagállam. No, a lényeg az, hogy a deficit problémát kell megoldani. Én azt gondolom, most a 2012-es költségvetésről röviden, hogy be fogja tartani a kormány a 2,5%-os deficitet. Ezt megértette a miniszterelnök,
akármi lesz, be fogják tartani. Lehet, hogy többbe kerül betartani, mint nem betartani egyébként, de be fogják tartani. Tehát, én mondtam neki, hogy lehet, hogy kőkövön nem marad, de akkor is be fogod tartani, én biztos vagyok benne. De azt megértette, hogy ezt be kell tartani. A másik probléma, ami ebből ránk vonatkozik, ez a IMF. Ez úgy tűnik, hogy az euróválságot is próbálják, az euróválság megoldásába próbálnak bevonni olyan pénzeket, amiket István említett, hogy hol van pénz, Kína, Japán, Oroszország. Most mindenkinek az az álma, hogy majd az ő problémáját Kína fogja megoldani, és neki Kína ad majd olcsóbban kölcsön, mint a világ más országai. De hát a kínaiak, ugye azt hiszem tegnap előtt mondta a pénzügyminiszter, hogy nem adunk pénzt Európába, mert ott lusták az emberek és nem dolgoznak. Nagyjából ez a hozzáállás, de ha adnak, japánok is azt mondták, hogy adunk, de csak a valuta alapnak, és az oroszok is, Putyin is azt hiszem tegnap jelentette be, hogy 10 milliárd dollárt segítik az európai problémák megoldását, de a nemzetközi valuta alapon keresztül. Most a Magyarország nincs kifejezett jó viszonyban a valuta alappal, és úgy tűnik, hogy minden nemzetközi megoldásnak a fókusza egyre inkább a valuta alap lesz. Lehet, hogy ezt rosszul látom, de az elmúlt heteknek ez a fejleménye, hogy minden euró megoldás Németország és a nemzetközi valuta alap. Ugye ez a két alap van. És hát mi a valuta alap olyan megoldásokat diktál mindenhol, ami, hát hogy mondjam, Magyarország számára nem szimpatikus. Tehát a valuta alap megoldás az a költségvetési megszorítás, bércsökkentés, nyugdíjcsökkentés, kiadáscsökkentés, és ez úgy gondoltuk, hogy ezt az utat Magyarország el tudja majd kerülni. Lehet, hogy el is tudtuk volna kerülni, ezt nem tudom utólag megmondani. Ma úgy tűnik, hogy nem adott időt nekünk a világgazdaság, hogy megnézzük, hogy el tudjuk-e kerülni ezt az utat. Plusz volt egy belső bökkenő, saját belső problémánk, hogy az út elkerüléséhez, ugye miután a költségvetési deficitet növelni nem lehetett, olyan intézkedéseket kellett tenni, amelyek önmagukban sokszor nagyobb bizalmatlanságot okoznak, mint amekkor a problémát megoldanak. Tehát ahogy mondtam, ha kőkövön nem marad, akkor is 2,5% lesz a deficit. Csak az a kérdés, hogy milyen intézkedést kell ahhoz tenni, hogy ez megoldódjon, és ugye számos ilyen intézkedést tett a kormány az elmúlt években, vagy évben, másfél évben. Az első a bankadó, a különadó. Most azt még nem mondtam az előbb, a miniszterelnök folytatta, a költségvetési deficit megoldva, államadósság megoldva. Hát mondtam, hogy ez már nem biztos, mert ha a forint leértékelődik, akkor nő az államadóság. Tehát ugye a devizában van az államadóságunk 50%-a, és ha a forint gyengébb, akkor a államadóság értéke nő, tehát mondjuk az az 50 milliárd euró államadóság, az, ha gyengébb a forint, akkor forintban többet ér, és akkor már nem biztos, hogy folyamatosan csökken a GDP-hez képest, de tegyük föl, hogy annyira nem értékelődik le a forint, tehát tegyük föl, hogy ez is megoldva, és azt mondja, hogy a következő probléma, azt mondták a bankok, hogy a svájci frank kitettség a következő probléma. És így van, valóban a nagyon nagy probléma a svájci frank kitettség, és ebben másfél évi, hát hogy mondjam, útkeresés után egy nagyon határozott megoldás született, ugye ez a végtörlesztés, vagy előtörlesztés, és az a baj, hogy ez a megoldás a teljes terhet a bankokra teszi. A bankok pedig bele fognak rokkanni ebbe. Bankadót, meg végtörlesztési veszteséget együtt nem fogják tudni elviselni, attól függ persze, hogy mekkora lesz a végtörlesztés aránya, de hogyha az arány egyre följebb tolódik, egyre nagyobb terheket rak a bankokra, és egy összedőlő bankrendszer pedig, hát hogy mondjam, nem tudja finanszírozni a gazdaságot. Tehát azt kérdezte, hogy és akkor jó, megoldjuk a svájci frank problémát is, csak mondom, az a gond, hogy a megoldások sokszor nagyobb áldozatot hoznak, mint maga a probléma volt. Tehát ezek, hát nem akarom, hogy mondjam, nem akarom túlértékelni a problémát, de szinte megoldhatatlan problémát. Ráadásul a svájci franknak az a természet, hogy minél tovább várunk vele, annál nagyobb lesz a probléma. Mert ugye a svájci frank annál erősebb lesz. És azt mondják, hogy majd gyengül,
lehet, hogy a jövő héten gyengül, vagy még egy évig gyengül, vagy egy fél évig gyengül, de ha tendenciájában nézzük, azért az nem valószínű, hogy a svájci gazdaság gyengébb teljesítményt fog nyújtani, mint a magyar gazdaság. Tehát nem gondolom, hogy 5 vagy 10 év tendenciájában, vagy a svájci gazdasággal szembeni bizalom gyengébb lesz, mint a magyar gazdasággal szembeni bizalom. Tehát hosszabb távon azt gondolom, hogy a svájci frank gyengülésére 5-10 éves távlatban nem nagyon számíthat Magyarország. Tehát minél később, minél jobban tolódik a probléma, annál nagyobb lesz, mert ugye a választáskor kb. 180 forint volt egy svájci frank, most meg 250 forint körül van. És hát nem tudom, hogy mennyi lesz. A múltkor elkövettem azt a hibát, hogy a Batthyány téri piacon ott egy ilyen facsart narancslét ittam, és a narancslé árus az azt mondta, hogy jó Járai úr, hát adok magának ingyen egy narancslét, csak mondja meg, hogy mi lesz a svájci frankkal, mert azt mondja, visszafizessem a hitelemet, vagy nem fizess, hát mondom, ha tudja, azonnal fizesse vissza. Hát miért azt mondja, amikor felvettem 160 volt, akkor mikor a narancslét ittam, akkor 240 volt, azt mondja, hogy lesz még 200. Hát mondom, nézze, én nem tudom. Tényleg nem tudom, fogalmam sincs. Szóval nem, senki se lát a jövőbe. Szerintem hamarabb lesz 300, mint 200. Jaj, azt mondja, ilyet nem mondjuk. Úgyhogy, de hát, szóval a lényeg az, hogy a svájci frank probléma megoldása, és akkor marad a kulcskérdés, és akkor honnan van pénz a növekedés finanszírozására. Ugye, ha ezeket mind megoldjuk, vagy megpróbáljuk megoldani, nincs pénz a növekedés finanszírozására. Hol van pénz? Sehol, nagyjából, de azért mondjuk Magyarország méretekben pénzt elvileg az állam tud adni. A magyar állam nincs abban a helyzetben, mert próbálja megoldani a költségvetési deficit meg az államadósság problémát. Bankok tudnak adni. Ha a bankokra ráverjük a különadót meg a svájci frank problémát, akkor a bankok inkább kifelé vonulnak Magyarországon, mint befelé vonulnának Magyarországra. Tehát a bankok jelenleg nem úgy néz ki, hogy nagyon nyomnák a pénzt. Nemzeti bank tud adni, elvileg. Ugye a Magyar Nemzeti Bank volt az egyetlen a 27 uniós nemzeti bankban, amelyik nem teremtett pénzt a gazdaság finanszírozására, hogy ezt hogy kellett volna, vagy mint kellett volna, azt ott kellene megoldani, de már évekkel ezelőtt az kellett volna a Nemzeti Bank pénzpolitikájának, monetáris politikájának a fókuszába állítani, hogy pénzt nyomni a gazdaságba, a gazdasági növekedés finanszírozásához. Ezt nem tette, hanem mindig az infláció alacsonyan tartására próbált koncentrálni. Nem akarom ezért kritizálni, mert ez a fő feladata, csak nem volt inflációs veszély. Tehát válságban nincs infláció, nincs inflációs veszély. Akkor se, hogyha az árak egyébként 300-nál gyorsabban emelkednek, mert az olajár emelkedés, a nyersanyagár emelkedés, az élelmiszerár emelkedés, az nem infláció igazából. Azt ugyanis kamatpolitikával vagy monetáris politikával nem lehet kezelni. Tehát az nem a Nemzeti Bank hatáskörében van. Tehát sajnos ilyenkor azt kell mondani, hogy jó, ezek az árak, ezek emelkednek, de a magyar inflációs feszültség, tehát hogy a bérek gyorsabban nőnek, mint a teljesítmények, ez tud inflációs feszültséget okozni, ez nincsen meg. Mert nem volt a gazdaságban, tehát pénzt kellett volna nyomni a gazdaság, és azt gondolom, hogy ma is erre kéne minden idegszálával fókuszálnia, nem ezt teszi. Külföldi befektetőknek van pénze, de nem nagyon hozzák Magyarországra, mert nincsen jó hírünk a külön adó és az egyedi intézkedések következtében. Tehát azt gondolom, hogy a növekedés finanszírozása is egy gyakorlatilag megoldhatatlan problémának látszik. Növekedéshez vagy pénz bevonáshoz bizalom kell, biztonság kell, és pillanatnyilag nem erről vagyunk híresek. Sem a bizalom, sem a biztonság nem áll azon a szinten. Előreláthatóság, kiszámíthatóság nem áll azon a szinten, amivel vonzóvá tudnánk magunkat tenni. Tehát nem túl jók a kilátások, azt gondolom, a magyar gazdaság előtt. 2012-ben ez a pozitív stagnálás az még mindig elképzelhető, tehát 0,1% növekedés, de nem is ez a nagy probléma, hanem az, hogy utána mi lesz, hogyha mondjuk túléljük a 2012-t, és nem nagyon van pozitív forgatókönyv, hogy őszinteljük. Tehát nem nagyon látszik az a erő, amit be lehetne, vagy mozgósítani lehetne a gazdasági növekedés gyorsítása érdekében. Nyugat-Európa nem
fog növekedni, vagy minimálisan fog növekedni. Ugye a német növekedési kilátásokat minden hónapban csökkentik, most azt hiszem 1%-nál tart 2012-re, de minden új előrejelzés, ami kijön, az egyre alacsonyabb és alacsonyabb lesz. Tehát nincsen felvevőpiac, az export húzhatná ezt a magyar növekedést, belső forrás meg nem igazán. A negatív forgatókönyv, és azt gondolom, hogy van ennek is valószínűsége, az az, hogy valamelyik ország tényleg bedől, mondjuk a görög problémát másfél év után, mert nekem a 90 éves Gelsei Vilmos barátom egy évvel ezelőtt megmondta, hogy a görög adósság felét el kell engedni. Nincs más megoldás. Én azóta tudtam, hogy úgyis ez lesz a vége, hogy a felét el fogják engedni, de Európának úgy látszik egy évébe telett, amíg a triviális megoldásra rájött, és az a baj, hogy amire rájönnek, akkor ez már nem biztos, hogy megoldás. Tehát ha egy évvel ezelőtt elengedték volna, akkor lehet, hogy megoldást ott most. Majd jön Olaszország, vagy jön valamelyik másik ország. Azt akarom mondani, hogy ez hogy fog hatni Magyarországra, azt nem tudjuk. Lehet, hogy lesz egy ilyen dominó effektus, hogyha dől valaki, akkor dönti magával a többit is. De 2008. novemberében Magyarország volt a dőlő dominó. Tehát akkor úgy nézett ki, hogy mi fogunk elsőnek bedőlni, és akkor a IMF és az Európai Unió nem engedte azért, hogy ne döntsük magunkkal a többieket. Most úgy néz ki, hogy nem mi vagyunk az elsők, de mondjuk az első 10-ben ott vagyunk, és hogy mekkora dőlés lesz, az nagyon nehéz megvan. Most egy ilyen államadósság válságnak, vagy nem tudom mi a jó szó rá, ugye ilyenkor az a probléma, most már 2008 óta ezt elég világosan látjuk, hogy bedugulnak a finanszírozási források. Tehát Magyarország 30 éve mondjuk azt csinálja, hogy fölvesz egy hitelt az állam, azt elkölti, és utána, amikor vissza kell fizetni, akkor fölvesz egy újabb hitelt, amiből visszafizeti az előző hitelt, meg még egy hitelt vesz föl, hogy a kamatokat is ki tudja fizetni. Nos, hogyha nem adnak hitelt nekünk, ugye 2008-ban ez volt, hogy Magyarországnak nem adtak hitelt, mert azt mondták, hogy nem biztos, hogy vissza tudja fizetni, akkor nem tudjuk visszafizetni a lejáró hiteleket, és ha nem fizetjük a lejáró hiteleket, akkor vagy az van, mint Görögország, vagy elengedik a felét, a másik felét meg összedobja Németország, meg az Európai Unió, vagy pedig az van, de hát ugye ennek is nagyon kemények a feltételei. Azért Görögországban 20%-os bércsökkentés van, óriási nyugdíjcsökkentés van, állami kiadáscsökkentés van, sztrájkok, szociális feszültségek, GDP visszaesés, tehát, és ez a pozitív megoldás, ugye, hogy a többiek segítenek, de akkor előírják, hogy ahhoz mit kell megtenni, és nagyon kemény dolgokat írnak elő. A negatívabb megoldás, azt mondjuk a 2001 óta tudjuk, az az argentin megoldás, hogy 30% körüli GDP visszaesés volt, viszont azóta köszönjük szépen, nagyon jól vannak. Tehát nem fizették vissza az adósságaikat, nem akarok senkit erre biztatni, óriási csőd volt. Ugye azt mondták, hogy nem tudunk fizetni, nem fizetünk. És leírták a bankok nagy szenvedések árán, meg nagy viták árán leírták, de senki nem adott el semmit Argentinának, nem tudtak olajat venni, gyógyszert venni, semmit nem tudtak. Óriási visszaesés volt, viszont azóta Argentina az egyik leggyorsabban fejlődő ország a világgazdaságban. És ugye a lengyelek is ezt megpróbálták valamikor 90-es években, óriási visszaesés volt Lengyelország, és azóta most szépen fejlődnek most az unió növekedési, tehát a növekvő uniós zónában vannak. De hát ez is egy nagyon kemény megoldás, tehát senki nem kívánja ezt a megoldást. Vagy marad ez a görög megoldás, hogy ha esetleg fizetésképtelenné válna Magyarország, akkor majd jön az IMF, meg jön az Európai Unió, kisegítenek bennünket, tárgyalgatunk minden, akkor fele akkora megszorítással megúsztuk. Ugye 2009-ben is megúsztuk 6,7%-os gazdasági visszaeséssel, ami Európával a legnagyobb gazdasági visszaesés volt egyébként, de kikerültünk a fizetési válságból. Azt gondolom egy utólag, hogy lehet, hogy jobb lett volna, hogyha csődbe megyünk, mert akkor, tehát ha nem segítenek ki bennünket, akkor legalább egy új helyzet lett volna, és akkor tényleg a romokon egy új országot lehetett volna építeni. Hát nem annyira, tehát kicsit képletesen azért valami marad az országból, tehát nem kell azért
nagyon izgulni, de meg egy nagyobb válság lenne, és utána egy megújulás jöhetne. De most ezt nem kívánom, tehát nem remélem, hogy nem ez lesz. Ez a nagyon negatív forgatókönyv. Egyébként én úgy gondolom, hogy ennek kicsi a valószínűsége. Bár ugye most két a következő hetekben két ilyen választó vonal lesz. Az egyik az az, hogy az Európai Unió elfogadja a jövő évi költségvetésünket, miután most már megszigorították a excessive deficit procedures, tehát a túlzott deficit eljárás, és hogyha azt fogja mondani az Unió, hogy nem lesz 3% alatt a magyar költségvetés deficitje, mert még mindig vannak olyan tételek, amik nem biztosak, hogy befolynak, meg a kiadások, amik még nincsenek törvénnyel alátámasztva, hogy azokat tényleg csökkenteni lehet. Tehát ha esetleg nem fogadja el az Unió, azt hiszem, hogy napokon vagy heteken belül kijön a értékelés, akkor újabb túlzott deficit eljárás alá kerülünk, az nagyon kemény lesz, mert az uniós támogatásokat nem adják ide, csúnya eljárás lesz. Ezt nem gondolom, hogy ez lesz, csak van ezzel kapcsolatban bizonyos félelem vagy várakozás a piacokban. Én úgy gondolom, hogy a 2,5%-os deficit az nagyjából alátámasztott. Ugye az szól ellene, hogy a Nemzeti Bank előrejelzése szerint 3,4 vagy nem tudom mennyi százalék lesz a deficit, és maga a Nemzeti Bank nem tartja meg alapozottnak a 2,5%-ot. Na most a Unió úgy értékel egyébként, hogy mert ugye nem akarom lebecsülni, ezek nagyon okos emberek, de fogalmuk nincsen a költségvetésről, tehát elmennek különböző szervezetekhez, megkérdezik az ő véleményüket, és akinek hisznek, annak a véleményéből összerakják a sajátjukat. De azt gondolom, hogy a görög válság közepette nem lenne politikailag sem helyes az Uniónak még egy országot válságba dönteni, tehát ezért szerintem el fogják fogadni a 3% alatti magyar költségvetési deficitet, ami egyébként teljesen reális. Hogy őszintén, ugye a sorokból nem mindig jön ki teljesen, ezt te is tudod. Tehát minden évben úgy fogadják el a költségvetést, hogy még, tehát ugye összerakják a fő sorokat, hogy ennyi lesz az egészségügyi kiadás, ennyi lesz ez, meg ennyi lesz amaz, kijön a 2,5%-os deficit. Na de ahhoz, hogy egy soron, van nem tudom hány ezer sor, hogy egy soron azt a kiadást vagy bevételt be lehessen tartani, ahhoz egy csomó szabály kell. Most egy egyszerű példát mondok, a adó bevételek. Mondjuk be van írva, hogy a legegyszerűbb dolog, áfa bevétel, nem tudom mennyi, és csak 837 milliárd forint. Valami ebben a nagyságrendben van, de lehet, hogy több. Teljes adóbevétel 10.000 milliárd. Hát igen, a költségvetés teljes bevétel nagyjából 10.000 milliárd, ez föl van osztva. De most áfa bevételre be van írva egy sor, de a 25%-os áfa kulccsal az nem jön ki. De ugye már tudjuk, hogy 27% lesz az áfa kulcs, csak még nincs elfogadva a törvény. Most erre mondja a Nemzeti Bank, meg lehet, hogy az Unió, hogy hát nem reális a bevétel tervezés, mert nincs törvény elfogadva, és lehet, hogy nem fogja elfogadni a parlament a 27%-os áfatörvényt, és a bevételnek 27%-kal van kalkulálva. Tehát ilyen egyszerű dolgok miatt nem jön ki, de ilyenből van 50 benne, tudom, egy gyógyszer támogatási kiadás. Ugye le van csökkentve a ideihez képest a jövőre a gyógyszer támogatási kiadás, de emögé kell egy gyógyszer támogatási rend, vagy szabály, ami alátámasztja, hogy alacsonyabb lesz tényleg a kiadás, az még nincs elfogadva. Én biztos vagyok benne, hogy el lesz fogadva. Ugye, aki ismeri a magyar parlament működését, az azért tudja, hogy ma olyan a rendszer, hogy általában előbb-utóbb elfogadja a parlament, amit a kormány beterjeszt, lehet, hogy kicsit változtatnak rajta, de végülis el lesz fogadva. De azt lehet mondani számos ponton, hogy hát ma még ezek a kiadások vagy bevételek bizonytak. Tehát ez az egyik probléma. A másik az a leminősítés. Tehát amitől lehet reszketni. Nem tudom, hogy a nemzetgazdasági miniszter honnan vette ezt az értesülését, ugye amikor bemondta egy héttel ezelőtt körülbelül, hogy elképzelhető, hogy egyes adósok le fogják minősíteni újra Magyarországot, és akkor a bóvli kategóriába kerülünk. Én kérdeztem tőle, elmondta, hogy honnan vette. Ugye különböző tárgyalások folynak, itt járnak állandóan a minősítők magyar
delegációk járnak szerte a világban. A fő probléma, amit a minősítők nagyon nem szeretnek, az a bankrendszerre nyomott terhek. Elsősorban a végtörlesztés, és a végtörlesztés, hogy úgy mondjam, bizonytalansága, tehát hogy nem lehet tudni, hogy hányan fognak december 31-ig végtörleszteni. Azt meg végképp nem lehet tudni, hogy akik nem fognak december 31-ig végtörleszteni, azokkal mi lesz. Tegyük föl, hogy 15-20%-ig fog végtörleszteni, ezek a legjobb adósok egyébként, és akkor mi lesz a többi 85%-a vagy 80%-a? Valahogy azt is meg kell oldani. Tehát ez a svájci frank adósságnak a bizonytalanságai okozzák a legnagyobb problémát a Magyarország minősítésében. Tehát most már mindenki azt mondja, hogy költségvetés rendben van, államadósság rendben van, de a svájci frank adósság, a bankokra rakott terhek, a bankrendszer nem finanszírozza a gazdaságot, nincsenek hitelek, nem nő a kis- és középvállalati szektor, mert nincs pénz a gazdaságban, tehát hogy ezek okozzák a bizonytalanságot. Ha esetleg a bóvli kategóriába kerülnénk, annak azért kemény következményei lehetnek. Nem tudjuk pontosan, hogy milyenek. Nem veszik azért annyira nagyon komolyan a minősítőket, annál is inkább, mert tudjuk, hogy milyen minősítések születtek 2008-ban, meg 2009-ben. Ugye, gyakorlatilag mindegy, szóval sok csalás volt a hitelminősítő intézete, a legnagyobbaknál is. Sok tévedés, de olyan is volt, aki saját maga rakta össze a dóvli csomagokat, és utána a legjobbnak minősítette ezeket a csomagokat. Olyan minősítő is volt egyébként. Szóval sok minden volt már a világban, de hát azért egy, nem tudom, egy New Yorkban élő 25 éves broker gyerek, aki arról dönt, hogy most magyar államkötvényt vesz vagy nem vesz, azt se tudja, hol van Magyarország egyébként, legtöbben vagy sokan, és azok azért azt nézik, hogy mit írnak a minősítők. Tehát vannak, akik ismerik Magyarországot, és van saját véleményük, de vannak, akik a minősítőkre hagyatkoznak. És ha esetleg a bóvli kategóriába kerülünk, akkor még mindig lehet olyan, hogy bóvlis országoknak a kötvényeit jól megveszik, mert tudják róla, hogy vissza fogja fizetni. Van is ilyen, Törökország például. De van ellenkező példa is, hogy jónak minősített országok kötvényeit már nem veszik meg, mint például Olaszország, mert attól meg félnek, hogy vissza tudja fizetni. Tehát nem biztos, hogy ha leminősítenek bennünket, akkor jön a csőd, de mindenesetre kellemetlen helyzetek keletkezhetnek a leminősítésben. Összességében azt gondolom, hogy a 2012 az egy átlagos év lesz, mert rosszabb lesz, mint 2011, de jobb lesz, mint 2013. Tehát, bocsánat az olcsó poénért, de hát, azt gondolom, hogy nincs igazából mozgatóerő, tehát túl fogjuk élni szerintem a 2012-t, nagyon különösebb válság Magyarországon nem lesz, lesznek turbulenciák, mindegyikből ki fogunk mászni, utána jön egy még nehezebb év, 2013. Magyarországról nem fog kiindulni szerintem válság a következő esztendőkben, de egy más országból kiinduló válság az azért mondjuk 20-30%-os valószínűséggel durván érintheti Magyarországot. Reméljük, hogy ilyen nem lesz. Az Uniónak egyébként az az érdeke, hogy ezeket elkerülje. Valuta alapnak is az az érdeke, Németországnak is az az érdeke. Igazából azért az Európai Unióból politikailag is és gazdaságilag is eddig azt gondolom, hogy Németország profitált a legtöbbet. A német vállalatok, politikailag Németország egyesült, azért az nem semmi. Igaz, hogy által az a pletyka járja, én a német jegybank elnöktől hallottam, hogy az volt a megállapodás, hogy egyesülhet Németország, de meg kell szüntetni a márkát. Ugye azért lett euró. Tehát túl erős volt a márka, ugye a német márka dominálta az egész európai gazdaságot, ma is dominálná, ha meg lenne egyébként. És a franciák, az angolok, hát főleg a franciák azt a feltételt terjesztették elő, hogy ha Németország egyesül, akkor ugye félő, hogy túl erős lesz, és akkor legalább a német márka szűnjön meg, és a német márka
exportálja gyakorlatilag ma is a német gazdaság a stabilitást a egyébként fegyelmezetlen francia, olasz és hát dél-európai országoknak. Az eurót egyébként elvileg sokkal kisebb országcsoportot tervezték, a Benelux államokra, Németországra nagyjából erre lenne jó, de eleve bevették Franciaországot meg Olaszországot, ez volt szerintem a politikai egyesség, és utána én azt gondolom, hogy politikai okokból egyre tovább szélesítették az eurozónát, azért, mert úgy gondolták, hogy a német stabilitást tudják exportálni más európai országokba is, de ez most a görög példával megdőlt, vagy megdőlni látszik. Lényeg az, hogy Németországnak muszáj lesz további terheket vállalnia, mert annyit nyert már az eurozónán, meg az Európai Unión, hogy abból most valamit feláldozhat. Persze ez nehéz, meg kell győzni az állampolgárokat, mert ami már megvan, azt ugye mindenki szereti megtartani, de hát így vannak a bankok is Magyarországon, hogy az elmúlt 10 évben mondjuk rengeteget kerestek, most a bankadó és a végtörlesztés miatt nagyon nagy terheket kell vállalni, de hát amennyire én most számolgattam, ezek a terhek nem érik el az elmúlt 3 évnek a nyereségét sem. De hát ami már megvan, azt az ember elvitte, meg elköltötte, amit most raknak rá, azt nem szívesen vállalja. Németek is így vannak rá. Összességében sok jóra nem nagyon számíthatunk 2012-ben, se 2013-ban sem, szerintem. De hát a legjobb, amit ma lehet, hogy megpróbáljuk átalakítani úgy a oktatási rendszert, egészségügyi rendszert, nyugdíjrendszert, hogy amikor esetleg mégiscsak elindul egy világgazdasági növekedés, akkor abból Magyarország úgy tudjon kijönni, hogy akkora nálunk versenyképes rendszerek működnek, kisvállalkozás finanszírozás, Európai Uniós pénzek felhasználása, és ha jobb napok jönnek, akkor majd elkezdhetünk emelkedni. Hát bízunk benne, hogy jönnek majd jobb napok is. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.